Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Juttatások, adományok, online jogi tanácsadás, többfajta segítségre számíthatnak most a rászorulók. Adományozás, élelmiszert és vegyárut oszt Bátaszék önkormányzata. Vége az ítélkezési szünetnek, akár videóhíváson keresztül is tarthatnak tárgyalásokat a bírók. Egyre többen használják az internetet, a TAR Kft-nél felkészültek a megnövekedett forgalomra. Péntekig 2 koronavírus teszt lett pozitív Pakson. Az önkormányzat 8 bérlakást biztosít azok számára, akik hatósági karanténba kerülnek. Azt is bejelentették, hogy megérkezett a lakosságnak rendelt szájmaszkokból újabb 5000 darab. Továbbá fontos változás, hogy a Paksi Gyógyászati Központban egy kapus beléptetés van érvényben hétfőtől. Pakson szükség esetére 8 önkormányzati tulajdonú bérlakást biztosítanak arra az esetre, ha a hatósági karanténra kötelezett személy nem tudja megoldani az elkülönülést. A mai nap folyamán kezdődik ezeknek a bérlakásoknak a bútorokkal való felszerelése, méghozzá a cseresznyi és kerti iskolából, táborból hozzuk el ezeket a bútorokat. Az egészségügyi alapellátásban dolgozó orvosoknak 500 sebészeti szájmaszkot biztosít az önkormányzat. A lakosság számára is elkezdődött a 20 000 darab szájmaszk folyamatos eljuttatása. Eddig 2 pozitív koronavírus teszt volt Pakson, a kontaktok teszt eredménye viszont negatív lett. Az egyik érintett a családjával már a pozitív tesztet megelőzően önkéntes karanténban volt. Pakson is tovább kell lépni a védekezés egy komolyabb szintjére, mondta a főorvos. A szakellátásban is történtek változtatások. Bevezetjük hétfőtől az egykapus beléptetési rendszert. A központi rendelőintézetben csak a főépületben, a rendelőintézet városfelüli épületén lehet, vagy a épület részén lehet bejönni a fotocellás ajtón. Az összes többi bejárat zárva, a Paksi központi rendelőintézetnél a gyógyfürdő bejárata is. A beérkező pácienseknek az eddigi kézfertőtlenítés mellett alá kell írniuk egy nyilatkozatot is. Az egészségügyi dolgozók védőfelszerelése is biztosított, FFP2-es maszkok, arcvédők, szemüvegek, védőköppenyek, kesztyűk. 10-ről 12-re emelkedett a koronavírussal fertőzöttek száma Tolna megyében, országosan pedig 744-re nőtt hazánkban azok száma, akik igazoltan koronavírus fertőzöttek lettek. A Népegészségügyi Központ hétfő reggel közölt adatai szerint a halottak száma 38-ra nőtt. Az újabb elhunytak 61 és 94 év közötti krónikus beteg emberek voltak. Nehéz helyzetbe kerülnek most azok, akik nem vagy csak részben tudják ellátni munkájukat, vagy épp megvált tőlük munkáltatójuk. Összeszedtük azokat a juttatásokat, a lehetőségeket, amiket most könnyebben tudnak igényelni a Tolna megyei rászorulók. Múlt héten már összepakolva, kiszállításra készen állt az a mintegy 1000 csomag, amelyen rászorulóknak segítenek Szekszárdon. A rendkívüli helyzetre való tekintettel módosították a szociális rendeletet Szekszárdon, mondta Árcsezső, a város polgármestere. Ez azt jelenti, hogy gyorsabban lehet hozzájutni a 10 000 forintos csomaghoz, mondta a Humán Szolgáltatási Igazgatóság vezetője. Segítségért, vagy éppen ilyen élelmiszer csomagért a szekov@szekszard.hu e-mail címen lehet jelentkezni. De más támogatási formákkal is segítik a rászorulókat. Ezt a lakhatási támogatást, hogyha lejárt az egy éve, nem kell megújítani most a veszélyhelyzetre tekintettel, hanem automatikusan továbbra is utaljuk mi ahhoz a szolgáltatóhoz az összeget, ahova kérte. Tehát egészen a veszélyhelyzet megszűntéig ez automatikusan továbbra is utalásra kerül, függetlenül attól, hogy ez bár lejárt. Eddig közel 400-an részesültek lakhatási támogatásban. Az is nagy segítség, hogy többek között a gyógyszertámogatások folyósítási időtartamát is automatikusan meghosszabbítják. Azoknak pedig, akiket elbocsátottak, 3 hónapig jár az álláskeresési járadék. Ez azonban legfeljebb jelenleg 161 000 forint lehet. A Humán Szolgáltatási Igazgatóság vezetője azt mondta, ha ez a helyzet huzamosabb ideig fennmarad, akkor további intézkedések is várhatóak, hogy a szociális rászorulók mellett azokat is segítsék, akik most krízis helyzetbe kerültek. Ilyenek lehetnek az egyedülálló szülők is. Számukra az egyszülős központ és megyei szervezeteik nyújtanak segítséget. A budapesti központhoz lehet fordulni, ha valaki elakad az álláskeresésben, jogi tanácsot szeretne kérni, lelki megerősítése van szüksége, vagy korrepetálásra szorul a gyermeke.
A segítség telefonon, e-mailben vagy éppen Skype-on érkezik. Nagy Anna, az egyszülős központ vezetője azt mondja, sokan kérnek tőlük segítséget a digitális tanulásban. Most már 8 tárgyból gyakorlatilag mindenféle korosztállyal tanulnak együtt, és ez nagyon népszerű. Tehát részben azért, mert a gyerekeknek segít ebben a megváltozott tanulási modellben, amiben most belekeveredtek. Másrészt pedig a szülőknek is sokkal könnyebb, hiszen nem kell a gyerekkel tanulni, nem kell felkészülni a gyerek óráira, és addig az alatt az egy óra alatt a saját maguk dolgát tudják intézni. A megyei klubok, így a Tolna megyei szervezet is igyekszik összefogni az egyedül élő szülőket. A csoport tagjai bevásárlásban, gyermekfelügyeletben segítik egymást. Az egyszülős központ pedig országos akcióba kezdett mindezen túl. Élelmiszercsomagokat, valamint számítógépeket juttatnak el rászorulókhoz. A szekszárdi szülők is számíthatnak erre a segítségre. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a kormány gazdaságvédelmi akciótervét, amit 3 ütemben hajtanak végre. A második ütem hétfőn indult. Az egyik fő intézkedés, hogy visszahozzák a 13. havi nyugdíjat, továbbá a munkáltatókat is segítve a kormány átvállalja a bérek egy részét rövidített munkavégzés esetén. A munkahelyteremtés részeként pedig 450 milliárdos beruházás ösztönző program indul. Szekszárdon április 1-én tette ingyenessé a parkolást Ács Rezső polgármester, hétfőtől pedig már az egész országban díjmentes a közterületi parkolás. A kormány a járvány lassítása miatt hozta meg a döntést, ami minden településre kiterjed. A koronavírus járvány elleni védekezés egyik legfontosabb eszköze az emberek közötti biztonságos távolság fenntartása. Mivel zsúfolt tömegközlekedési járatokon ez nem vagy csak korlátozottan lehetséges, fontos, hogy aki tudja, használhassa a saját autóját, fogalmazott a kormányfő. Nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni, mert a magyar mezőgazdaság akár 12 millió embert is el tud látni, ezt állítja az Agrárkamara, amit az élelmiszerboltok vezetői is visszaigazolnak, egy-két termékből van már csak hiány. Az elmúlt hetekben megrohamozták a boltokat a vevők a koronavírus járvány miatt. Ez miatt ideiglenesen hiány mutatkozott lisztből, húsból, élesztőből, sőt egyes áruházakban gyakorlatilag nem volt olyan polc, ami tele lett volna. Az egyik szekszárdi nagy áruházban is sokáig üres volt a húspult, de más termékeket sem lehetett kapni hetekig. Az áruház vezető azt mondja, ez mostanra megoldódott, sőt le kellett akciózniuk a csirke mellett, mert olyan sokat rendeltek, és jelenleg is rengeteg hús van raktáron, de a többi élelmiszert is folyamatosan kapják, mondja a vezető. Ez alól a tésztafélék rizs kivétel. Azokból nem tudják a korábban biztosított választékot nyújtani. Lisztet, cukrot, olajat is ismét lehet vásárolni, ahogy élesztőt is. Igaz, ez általában gyorsan elfogy, ahogy a fertőtlenítőszer is, tette hozzá az áruházvezető. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kampányt indított Ne spájzol címmel, éppen azért, hogy megnyugtassák az embereket, nem érdemes hónapokra elegendő élelmiszert felhalmozni. Erről beszélt televíziónknak a Kamara Tolna megyei elnöke, vendéged itt. A malmok azok átálltak egy megnövekedett igényeknek a kiszolgálására, és folyamatosan üzemelnek, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a liszt ellátásában fennakadás az a közeljövőben nem várható, és a húsok vonatkozásában volt még ilyen árukészlet hiány, sőt ott extrém áremelkedés is volt tapasztalható néhány helyen. De itt is meg kell nyugtassak mindenkit, hogy nincsen hiány hazai alapanyagból. Az élelmiszer utánpótlás biztosításán tehát folyamatosan dolgoznak a mezőgazdászok. Magyarország egyébként akár 12 millió ember biztonságos élelmiszer ellátására is képes, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint. Újabb frissített térképet adott ki a piac bezárása miatt a városban elszórtan található kistermelő árusokról a szekszárdi önkormányzat. A szekszárdi termelői piac a koronavírus járvány miatt március 18-ától határozatlan ideig zárva tart. Az önkormányzat az árusoknak felajánlotta a közterületi árusítóhelyek biztosítását, így elkerülhető a csoportosulás és a vásárlásokat ezzel a megoldással időben és területileg is széthúzzák, áll az önkormányzat értesítőjében. A polgármesteri hivatal soron kívül közterület használati engedélyeket ad ki.
A veszélyhelyzet kihirdetése óta megnövekedett az otthon dolgozók, tanulók, oktatók száma. A szekszárdi székhelyű TAR Kft-nél is az átlagosnál jóval nagyobb mértékű internet használatot mérnek a járvány kitörése óta. Javarésze azért 50% alatt, 50% vagy az alatti terheltséget mutat. A rendszer pillanatnyi terheltségét mutatja a TAR János ügyvezető igazgató. Kiugróan magas az internet használat mértéke, de még így sem éri el a teljes rendszer 50%-os terheltségét a TAR Kft-nél. A napi teljes adatforgalom átlagosan mintegy 30%-kal nőtt országos szinten a koronavírus járvány óta. Felkészítették hálózataikat a megnövekedett forgalomra, és folyamatosan vizsgálják, hogy szükséges-e kapacitásnövelés, mondta Ferkert Zoltán, hálózatfelügyelő. Hálózati tartalékkal azonban jelen helyzetben is rendelkeznek. Az internet hálózatunk forgalma jelentős mértékben megnőtt, de még így is tudtunk a rendszereinkben annyi tartalékot képezni, hogy az előfizetőink hál' Istennek ebből nem éreztek meg semmit, nem vettek észre semmit. A bejelentések száma nem nőtt meg, illetve az esti jellemzően csúcsidőszaknak számító időszakban, amikor mindenki otthon van és mindenki használja az internetet, akkor sem érkezett hozzánk egyetlen olyan bejelentés sem, ami lassulásra engedett volna következtetni. Országosan megháromszorozódott a sávszélesség bővítés iránti érdeklődés egy átlagos hónaphoz képest. A szekszárdi cég kódolatlan csatornákkal segíti az otthon töltött idő értékesebbé tételét előfizetői számára. A vállalat azon munkatársainak, akik jelen helyzetben meghatározatlan ideig otthonról dolgoznak, laptopot adtak, ezzel is megkönnyítve az otthonról végzett tevékenységet. Továbbá azon kollégáikra is figyelnek, akik munkájuk során nem tudják elkerülni a személyes kontaktust. A frontban, aki van, tehát aki kint van az ügyfélszolgálatokon, illetve hát aki a műszerészek, akik járnak kijavítani, őnekik továbbra is helyt kell állni, őnekik pedig teljes védőfelszerelést biztosítottunk, tehát arcmaszkot, kesztyűt, fertőtlenítőszert egyénileg mindenkinek, mindegyikből többet is, és így be tudunk jutni az ügyfelekhez. Persze ezt nagyon óvatosan tesszük, csak előre leegyeztetett módon. A hiba elhárítás megelőzően pedig megkérik az ügyfelet, hogy otthonát szellőztesse ki, és ha teheti, ő is viseljen védőfelszerelést, ezzel is minimalizálva a koronavírus terjedésének lehetőségét. A beruházások felét leállították, és az üzemeltetésre koncentrálnak. Céljuk ezzel is az igények minél teljesebb körű kiszolgálása. Akár okostelefonos videóhíváson keresztül is tarthatnak tárgyalásokat a bírók, az ügyeket folyamatosan tárgyalják, viszont a veszélyhelyzet miatt számos változás történt a perek menetében. Március közepe óta ezekbe az intézményekbe nem léphetnek be civilek, a folyamatban levő ügyek feldolgozása viszont nem állt le. A bírók és a bírósági alkalmazottak folyamatosan dolgoznak, és a beadványokat is fogadják az ügyfelektől, igaz most csak levélben vagy elektronikusan. Utóbbi az az ügyfélkaput, a cégkaput vagy az úgynevezett hivatali kaput kell használni. A tárgyalásokat is megtartják teljesen újszerű módon, most akár okostelefonos videóhívásban is lehet ítéletet hirdetni. Amennyiben lehetőség van a büntetőeljárások folytatására, úgy azt elsősorban tárgyaláson kívül végzi el a bíróság. Amennyiben viszont olyan eljárási cselekményt kell foganatosítani, amely személyes jelenlétet igényel, úgy a bíróság a személyes jelenlétet igénylő eljárási cselekményeket megpróbálja elektronikus úton lefolytatni, tehát elsősorban a távmeghallgatással, másodszorban pedig bármilyen olyan elektronikus kommunikáció útján, ahol a kép és hangfelvétel biztosítható. De nem csak a büntetőügyek tárgyalásában hozott újdonságokat a koronavírus terjedése, az összes ügyszakban máshogy működnek a bíróságok. A polgári peres tárgyalások nagy részét például hasonlóan a büntetőügyekhez online digitális eszközökkel tartják meg. A gazdasági ügyszakot érintő változásokról kicsit rövidebben beszélni, gazdasági ügyszakban, cégeljárásokban, illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásával kapcsolatos eljárásokban továbbra is működik a bíróság, azonban kizárólag írásban kommunikálnak, elektronikus online módon történik itt a beadványok beadása, illetve az azokra történő válaszadás. Közigazgatási ügyszakban a közigazgatási bíróságok kizárólag tárgyaláson kívül járhatnak el. A bíróságokat érintő változások a veszélyhelyzet visszavonásáig lesznek érvényben. Kisebb tűz ütött ki csütörtökön délelőtt a Paksi Atomerőmű 4-es blokkjának turbina gépházában, közölte honlapján az Országos Atomenergia Hivatal. Azt írták, a gépházban található gáztalanító táptartály alatti kapcsoló szekrény égett, a lángokat a dolgozók porral oltóval eloltották. A tűz a blokk üzemét és a nukleáris biztonság szempontjából fontos rendszereket nem érintette, tették hozzá. A hivatal folyamatosan figyelemmel kíséri a blokkok állapotát és kivizsgálja a tűzesetet.
A leginkább rászorulókat húsvét előtt támogatásban részesíti Bátaszék önkormányzata. A csomagokban élelmiszerek és vegyi áruk vannak, melyek segítik a vírus elleni védekezést. Minden eszközt megragadunk, hogy segítsünk a rászorulókon. Az önkormányzat adománygyűjtést szervezett, és a megadott számlaszámra érkezett pénzösszegekből szerveztük most ezt az akciót, mondta Bozsolik Robert Bátaszék polgármestere. 143 család számára biztosítunk élelmiszercsomagot a húsvét ünnepek kapcsán, és ugyanezen családok számára a koronavírus elleni védekezéshez szükséges tisztító fertőtlenítőszereket is fogunk biztosítani. Tekintettel a kialakult helyzetre ezeket a csomagokat most házhoz is fogjuk minden érintett számára szállítani. A csomagok összeállításában a gondozási központ munkatársai és az eddig is az ellátásban segítséget nyújtó önkéntesek vesznek részt. A hivatal tervei szerint minden érintett a hét folyamán megkapja az adományát, ennek időpontjáról előzetes értesítést kapnak majd az érintettek. Regionális híreink következnek Somogy és Baranya megyékből. Koronavírus gyors tesztet rendelt Kozár Mislány, felmérnék, kivédett már a vírus ellen. Drasztikusan visszaesett a vásárlási kedv, a koronavírus hatása megjelent az ingatlan piacon is. Legényes ez otthon, online néptánc kihívást indítottak Somogyban. Gyors tesztekkel térképeznék fel a koronavírus fertőzöttséget Kozár Mislányban, ehhez már megrendelte a szükséges eszközöket a település polgármestere. A tesztekből kiderül, ki találkozott már a vírussal és szerzett védettséget. Ez alapján pedig megnyugtathatják az embereket, de akár a munkahelyeket is megvédhetik Kozár Mislányban. Szeretnék felkínálni a kozármisleinieknek a koronavírus gyors tesztet, mondja a település polgármestere. Ez önkéntes alapon működne, célja az emberek megnyugtatása. Ez egy rapid teszt. Azt kell tudni ezekről a tesztekről, hogy hivatalosan laboratóriumi körülmények közt elvégzett teszteket ez nem tudja helyettesíteni, viszont tud adni egy általános képet arról akár a lakosoknak, akár nekünk, mint foglalkoztató, munkáltató, hogy találkoztunk-e már a vírussal, esetleg aki átesett ezen a vírusfertőzésen, úgyhogy tünetmentes volt, akkor erről információt kapunk. A gyors teszt egy csepp vérből mutatja ki a vírus hatására a szervezetben termelődő ellenanyag jelenlétét. A fertőzöttséget követő 5.-6. nap után ad biztos eredményt. Akik igénybe szeretnék venni, azoknak csak a tesztet kell fizetniük, mondja Bíró Károly. Jelenleg úgy áll, hogy olyan 4000 forinton fogjuk tudni kínálni, de sajnos változhat. Én azt gondolom, hogy ez egy vállalható költség. Az önkormányzat megszervezi, a logisztikát mögé teszi, a szolgáltató, az egészségügyi szolgáltatónak a munkadíját azt a város szeretné átvállalni, de magát a tesztet, az anyagárat azt a polgároknak kell felvállalni. Egyelőre 2000 darab koronavírus gyors tesztet rendelt a polgármester. Az önkormányzati dolgozókat, az időseket segítő önkénteseket mindenképpen letesztelik. A megelőzés nagyon fontos, és nagyon jónak tartom a polgármester kezdeményezését, mert előre lép egy kicsit. Az jó intézkedés, mert azért az ember úgy van vele, hogy megelőzheti a bajt. Azért az fontos, igen, hogy lehessen tudni, hogy esetleg elkaptál az ember, vagy nem kaptál. Én is nagyon szívesen teszteltetném magam, mert ugye bolton van, elég sok emberrel találkozok egy nap, úgyhogy muszáj. És félünk is tőle. Ezt mondták a polgármester kezdeményezéséről Kozár Mislányban az általunk megkérdezettek. Várhatóan április 20-ától kérhető az önkormányzaton a koronavírus gyors teszt. A polgármester azt mondja, ennek elvégzése után a munkáltatók is képet kapnak arról, hogy kik dolgozhatnak, kik védettek már a betegség ellen. Így nem kell félelemből bezárni a cégeknek, és megmaradhatnak a munkahelyek. Az eladó és a kiadó házak, lakások iránt is drasztikusan visszaesett az érdeklődés, mondják a szakemberek. A jelenleg albérletben élőknek van, hogy csak a bérleti díj felét kell kifizetniük, de akad olyan tulajdonos is, aki megelégszik a rezsidíjával, mondja az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetője. Az üresen álló lakások árából azonban nem akarnak engedni a bérbeadók. Egy közvetítő cég pécsi irodavezetője szerint az elmúlt két hétben a vásárlói érdeklődés szinte egyenlő lett
a nullával. A szakember véleménye szerint május környékén lendülhet fel ismét a piac, de csak kis mértékben. A koronavírus járvány az ingatlan piacot is negatívan befolyásolja, mondják a szakemberek. Az eladásra kínált családi házak, lakások esetében sokszor nem csak a potenciális vevőket, hanem az értékesítési szakembereket sem szívesen engedik be a tulajdonosok, mondta stábunknak az egyik közvetítő cég pécsi irodavezetője. Szilas Pál kiemelte, nagyon rövid idő alatt zuhant mélypontra az érdeklődés. Az elmúlt két hét alatt gyakorlatilag a vevői érdeklődés az a nullával lett ugye egyelőtt, tehát nagyon kevesen hívnak minket is, mint ugye értékesítői szempontból, de a tulajdonosokat is. Azon kívül a tulajdonosok sem engedik be ugye biztonsági szempontból ugye a vevőket, vagy akár az értékesítőket sem. Én úgy gondolom, hogy egy-két hét múlva ez egy picit majd változni fog. Jelenleg már van lehetőség az elektronikus ügyintézésre. Ezzel a módszerrel pedig akár adásvételi szerződések megkötésére is lesz lehetőség személyes kontaktus nélkül, tette hozzá az irodavezető. Az albérletpiacon érezhető, hogy a bérlőket megviseli a gazdaságban okozott hiány. Sok esetben a tulajdonosok elengedik a bérleti díj felét, vagy ritkább esetben a teljes összeget, és csak a rezsijárát kell kifizetnie a lakónak. Mint az egyik pécsi ingatlan közvetítő iroda vezetője stábunknak elmondta, egészségügyi dolgozók, külföldi diákok és külföldről hazaérkezett magyarok keresnek leginkább bérbe vehető lakásokat. Azonban néhány tulajdonos átlagosan 75-80 ezer forint plusz rezsijért szeretné kiadni a jelenleg üresen álló ingatlanát, mondja Lénárt Melitta. Ők nagyon az árból még nem akarnak engedni. Lehetséges, hogy majd egy hónap vagy két hónap múlva fognak engedni. Megkértek a tulajdonosok, hogy informáljuk le az embereket, akik szeretnének bérelni, hogy akár két havi kaució vagy két hónap előre fizetéssel engedik be őket a lakásba. A szakember azt mondja, jelenleg a bérbevehető családi ház a legkeresettebb, vagy az olyan társas, illetve panellakás, melyeket 50 ezer plusz rezsijért vehetnek ki az érdeklődők. Bár próbákra nem tudnak járni a koronavírus járvány miatt, a néptáncosok az egyik közösségi oldalon így is tudnak hódolni szenvedélyüknek. A napokban egy kihívás is indult, Legényes ez otthon címmel, amely nem csak a néptáncra hívja fel a figyelmet, hanem arra is, hogy aki teheti, maradjon otthon. Egészséget mindenkinek, mi hamarabb, ne felejtsünk el táncolni. A Somogy Tánc Együttes művészeti vezetője Túri Endre is csatlakozott a közösségi oldalon indult akcióhoz. A feladat nem más, mint 6 legényes pontot figurát bemutatni és 3 embert kihívni. Koch Máté egy rendhagyó videót készített, amelyben kalotaszegit táncolt. A táncosoknak a nagy része, köztük én is, Kalotaszeg vidékéről választott magának egy csokorra való legényes pontot, és azt táncolta el. Koch Máté online elmondta, a népzene és a néptánc hajdanán is összehozta a közösségeket. A mostani járvány idején az internet segít ebben. Pont most, amikor egy ilyen nehéz szituáció van az egész világban, az emberek otthon a saját lakásukba zárva próbálják átvészelni ezt a helyzetet, és közben mindenki aggódik egymásért, a szeretteiért, akár a saját anyagi biztonságáért. Szerintem különösen fontos, hogy legyen egy olyan kapocs, egy olyan segítség ebben, ami jelen esetben az a magyar kultúra, a magyar néptánc. A néptáncos akcióhoz egyre több somogyi csatlakozott már és készítette el otthonában a videókat. A cél a néptánc népszerűsítése mellett az is, hogy az otthon maradásra hívja fel a figyelmet. Végül nézzük főbb Tolna megyei témáinkat még egyszer röviden. Juttatások, adományok, online jogi tanácsadás, többfajta segítségre számíthatnak most a rászorulók. Adományozás, élelmiszert és vegyárut oszt Bátaszék önkormányzata. Vége az ítélkezési szünetnek, akár videóhíváson keresztül is tarthatnak tárgyalásokat a bírók.
Egyre többen használják az internetet, a TAR Kft-nél felkészültek a megnövekedett forgalomra. Kedden folytatódik a derült, csapadékmentes napkeltét követően gyorsan melegedő idő, pár fokkal, már az évszakos átlag feletti maximum hőmérsékletekkel, ugyanis délután akár 19 fok is lehet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!